Így épült a József Attila Művelődési Központ az 1960-as évek közepén. Ez a kép is része annak az új multidéző tárlatnak, aminek nem titkolt célja, hogy visszarepítse a látogatókat a Józsi elmúlt évtizedeibe. A József Attila Művelődési Központot már eddig is két különleges állandó kiállítás díszítette a galériákban rendszeresen cserélődő tárlatok mellett. A Salgótarján 100 éve város emlékév legjobb pillanatait megörökítő fotók színesítik mindkét földszinti lépcsősor feletti szürke területet. Az előadásokról távozó vendégeknek mindenképpen érdemes elidőzni ezek megcsodálásával. Néhány hónapja a színházterem bejáratait is új tárlat díszíti. Ide került fel az emlékév kiemelt rendezvénysorozata, az Én Sztorim vendégeinek salgótarjániak számára írt gondolataiból összeállított keretbezárt üzenetek című kiállítás. Ahogy ez sokak által köztudott, az Én Sztorim keretében a városunkhoz kötődő ismert és elismert emberekkel beszélgetett Szili Nóra házigazda. Ezek az estek rendre azzal zárultak, hogy a vendégek egy emlékkönyvben néhány soros gondolatot fogalmaztak meg. Ezek az írások olvashatók az emeleti folyosón. Most pedig egy újabb állandó tárlattal gazdagodott az épület, hiszen a napokban különleges képek kerültek fel a Józsi falára, a két földszinti lépcsőfordulóba, de természetesen csak képletesen, hiszen az épület eredeti állapotát megóvandó, egy speciális zsinór segítségével belógatva helyezték fel a fotókat, úgy, ahogy korábban tették azt a Salgótarján 100 éve város emlékép képeivel is. A most elkészült új állandó kiállítás a József Attila Művelődési Központ több mint 58 éves múltját eleveníti fel archív fotók segítségével, és garantáltan sokaknak okoz majd nosztalgikus pillanatokat.